Immár negyedik éve rendeztek nagy koncertet Dombóváron a Szent László Parkban az augusztus 20-ai ünnepség előtt. Az évek során olyan neves zenekarok is megfordultak már ezen a színpadon, mint az Apostol és az Edda együttes. Idén egy már régóta kívánt, méltán híres művészházas pár lépett fel a közönség előtt, sokak kedvence Korda György és Balázs Klári. A fellépésükre való készülődéskor kérdeztük a művészházas párt. Ez nekünk ugyanolyan nagy esemény. Egyrészt ugye Dombóvár nem kisváros, másrészt nagyon régen voltunk, és nagy izgalommal készülünk Klárikával együtt erre a fellépésre. Megtudtuk, mely számok elmaradhatatlanok egy fellépésen. Többek között ilyen a Lédien, a Mamma Maria, a Szeres úgyis, ha rossz vagyok, és nem utolsó sorban a Reptér. A páros elmondta azt is, közös munkájukat könnyebbé vagy nehezebbé teszi azt, hogy házasok. Az egész létet nehezebbé teszi, hogy ugyanazt a szakmát üzzük mind a ketten, ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a célokkal, és attól független, hogy mi sok duettet énekelünk, azért mind a ketten szóló énekesek is vagyunk, és egy énekes, ez mindig előtérbe akar kerülni. Tehát nem itt, mondod. Itt, én nem akarlak legyőzni, sose Gyuri. De nem, de hát mind a kettőnknek kell megalkuvás. De hát ez így szép. Kompromisszum. A házaspár meglepetés előadót is hozott magával Csonka András, azaz Csonka Pici személyében. Nagyon megtisztelő, hogy Korda György és Balázs Klári ezen a koncertturnéján vendégül lát engem, több állomáson is lehet velem találkozni, mondta András. Az interjú során ő is kitért a kulcsfontosságú dalaira. Hát szerintem két olyan dal van, hogy semmiképpen nem hagynék ki, az, amivel minden kezdődött az életemben, vagyis a popzenei életemben, az Állj meg kislányi Ház Gábor dala. És a másik pedig, hát ugye már szerintem sejted, itt fog mondani, ez a Ding Dong, ami szintén nem az én dalom, csak szeretném mondani, ez egy holland dal, és a holland együttes ezzel a dallal 1975-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. Tehát ez egy kincs a 70-es évekből, csak ifjabb Marek Miklós barátom csodálatosan feldolgozta nekem, úgyhogy most már hozzám kötődik. Az eseményen Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd is részt vett, aki arról mesélt, milyen programok várják még a város lakóit idén. Nyilván fut a Gunaras 50 rendezvénysorozatunk, ebből adódóan szeptember 2-án, ha jól emlékszem, akkor kerül sorra az 50 éves a dombóvári úszósport. Jövő hétvégén egy 3 napos országos rendezvénynek adunk otthon, hiszen a Szív Klub Egyesületünk az ország összes ilyen működésre bíró egyesületét meghívtam, és egy klasszikus sport eseményre kerül sor. Ez egy 2 napos lesz, pénteken érkeznek, szombat-vasárnap összemérik a tudásukat, több mint 300 vendéget várunk az ország minden tájáról. Nyilván hagyományos új novári őszi fesztiválunk se fog elmaradni, arra is készülünk, és azt gondolom, hogy utána nagyon röpül az idő, hiszen jön az advent minden hétvégét a műfáz előtti téren tartjuk, illetve azt gondolom, hogy már évek óta nagyon nagy dobbanást, és nagyon sokan várják a szilveszteri futást, ahol néhány éve már hagyományként gyerekeknek tartunk tűzijátékot 19 órakor, és Dombóváron ez az egyetlen egy tűzijáték van, ahol a családok közösen búcsúztatják az új évet. A Szent László Reptérre látogatók egy olyan retro utazáson vehettek részt, amire még hosszú évek múlva is emlékezni fognak.